Molnár Pát, a Városgondosság vezetőjét arról kérdezem, hogy hogyan történik ez a fertőtlenítés és milyen vegyszerrel? a fertőtlenítés az természetesen csak szabad forgalmú vegyszerrel lehet pervetezni, mivel ugye itt nagyon sok ember megfordul, ez teljesen általmatlan a melegvérőekre, egy megelőző, egy preventív hatása van a víruskórokozókkal szemben. Mennyi ideig hat? A hatásak több napos lehet, nyilván ez függ a időjárási körülmények köz, is, viszont az egyértelmű, hogy a melegvérőkre nem ártalmas. Hogyan juttatják ki a vegyszert a területre? A vegyszert az a városgonosság tulajdonában lévő háti permetezőkkel, robbanótoros permetezőkkel, nagyon jó porlasztási minőséggel rendelkeznek ezek a gépek egyenletes felszínt biztosítva.